kardjaink érces pengése mellett kiáltsuk egy szívvel, egy lélekkel. A hazáért, mint halálig! Az államokat azért hozták létre, hogy biztonságot adjanak az emberek boldogulásához, életéhez. Ezért különösen napjainkban ki kell állnunk az erős állam léte mellett. Ma, itt, augusztus 20-án, 1016 éves magyar tapasztalat alapján kimondhatjuk, hogy a magyar állam, Magyarország ebben a bizonytalan világban stabil, erős pont. Magyarország olyan állam, amely együttműködésre törekszik, tiszteli más államok, nemzetek, kultúrák, civilizációk értékeit, megbízható barát és szövetséges, élni és boldogulni szeretne. Ehhez azonban a legfontosabb a biztonság garantálása, a magyar emberek biztonságának, Magyarország biztonságának a garantálása. Ezért elengedhetetlen a Magyar Honvédség megerősítése. 2016 és 26 között az elkövetkező 10 évben a Magyar Honvédség költségvetése több mint duplájára fog nőni. A magyar katonák egyéni felszereléseit korszerűsítjük. Zászlóalj harccsoportokat hozunk létre. Légiszállító képességet fejlesztünk. Hadipart újraélesztjük. A nemrég létrehozott különleges műveleti ezredet tovább bővítjük. Az önkéntes tartalékos rendszert a civil társadalom megszólításával új alapokra, területvédelmi alapokra helyezzük. A megkezdett illetményemelést évente ütemezetten tovább folytatjuk, a megbecsülés egyik fontos jeleként. Fokai fúrnyitársadalmának alapjának, fehér húsos, csirkehúsos süteményekre szoktuk ajánlani. Áld meg ezen kenyereket, mindennapi életünk táplálékait, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neved dicséretére és dicsőségére, Krisztus, ami Urunk által. Amen.